Önelégült szélhámosnak ábrázolta Harryt és Meghant a Family Guy. Fizetős családi reality show kulcsár Edinaéknál. Ryan Reynolds mentőakcióban. Horváth Evelyn vagyok a napire.hu híreivel. Elindult a napire.hu YouTube csatornája. Iratkozz fel a legfrissebb videóinkért. Önelégült szélhámosnak ábrázolta Harryt és Meghant a Family Guy. Harry Herceg és Meghan Markle a hírek szerint nincsenek elragadtatva a Family Guy legutóbbi epizódjától, amely kicsúfolt az Egyesült Államokban élő hercegi párt. A pár, amely 2020-ban óriási, gicses és egyben szórakoztató showműsor keretében szállt ki a királyi család életéből, most úgy érzi, hogy az emberek nem veszik őket elég komolyan, és hogy azt hiszik, hogy nem tudnak megállni a lábukon. Tette hozzá a forrás. Meghan azt mondta, hogy nem hagyja magát így megalázni, és kétségbe esetten keresi a megoldást. Teljes pániküzemmódban vannak, mondta a forrás alapnak hozzátéve, hogy a pár Hollywood szívéből érkező támadásnak tartja az esetet. Ami pedig a legjobban megütötte őket az az, hogy önelégült szélhámosként vagy elkényeztetett porontyokként vannak feltüntetve, tette hozzá a benfentes. Meghan már ott tart, hogy szerinte az egyetlen módja annak, hogy megmentsék erősen sérült brandjüket, hogyha Harry félreteszi a büszkeséget és könyörög a királyi család bocsánatáért. A New York Post megkereste a pár képviselőit, hogy kommentálják a hírt, de nem jártak eredménnyel. A szóban forgó Family Guy epizód a pár Netflix szerződésén gúnyolódott, amely a pletykák szerint 100 millió dollárt ér. Peter Griffin úgy dönt, hogy TV statisztává válik, hogy pénzt keressen. Egyedül fogom csinálni, mint Meghan Markle és Harry Herceg, mondja. Pár ezer forintét kulcsár Edina önnek is megmutatja GVM rosszul létét. Elindult a fizetős családi reality, rögtön GVM kórházi kálváriájával, ami azonnal nagy visszhangot váltott ki. Kulcsár Edina és GVM családi realityt indít, amit közel 2000 forintért nézhetnek meg azok, akik feliratkoznak az egykori szépségkirálynő privát Instagram közösségéhez. Az első részben a modell üzletasszony elmondja, hogy a férje kórházban van napok óta, de a részletekről nem akar beszélni. Azonban ami sokak nem tetszését kiváltotta az az, hogy Mark maga mondja el, hogy nem akarja a felvételt, mert sem fizikálisan, sem lelkileg nincs olyan állapotban, hogy a családi realityben szerepeljen. A rapper hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nem csak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Emiatt állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és leveltség kínozza az embert. Kulcsár Edina filmezése és a száját elhagyó mondatok elég nagy felháborodást keltettek a kommentelőkben. A fizetős exkluzív felvitelek ugyanis kikerültek a Facebookra és a Redditre is. Sokaknak elfogadhatatlan, hogy Edina ezt a videót megosztotta, hiszen a férje jelenlegi állapotát jobb lett volna megtartani maguknak. Olvasható a napire.hu-n. Szegedi Fecsó élőadásban jelentette be a nagy hírt, újra apa lesz. Az üzletember a Starbucksban jelentette be, hogy a kedvese ismét babát vár. Brutális izgalmakat élhettek át a tévénézők vasárnap este, amikor a Starbucksban Szegedi Fecsó és Curtis összecsapott. Az üzletember és a rapper rendkívül kemény csatát vívott, az első két menetben inkább Curtis irányított és támadt, azonban a kondia nem igazán bírta a megméretetést, így végül Fecsó lett a győztes. Az igazi meglepetés csak ezután következett. A győztes Fecsó büszkén jelentette be, hogy bővül a családja, ugyanis a kedvese, Géci Bea ismét babát vár. A gyermek jövő áprilisban fog majd megszületni, az üzletember pedig elárulta, hogy a kis jövevény szintén fiú lesz. Brad Pitt bemutatta az új barátnőjét. Inés de Ramón az első nő, akit Brad Pitt nyíltan vállal az Angelina Jolie-val való válása, vagyis 2019 óta. Már legalább egy éve feltűntek együtt itt-ott, mostanra pedig a színész már a barátnőjeként mutatja be a nőt. Először talán Bono koncertjén szúrták ki őket a backstage-ben tavaly novemberben, aztán Brad Pitt 59. születésnapját is együtt ünnepelték, a kapcsolatuk azonban csak mostanában vált hivatalossá. Ez Brad első igazi kapcsolata a válás óta. Úgy mutatja be Inés, mint a barátnőjét, és remekül megvannak. Jó látni, hogy jó helyen van, Inés nagyon boldoggá teszi őt. Nyilatkozta a pár egyik ismerőse a People magazinnak. Ryan Reynolds egy angliai futballcsapat után most egy helyi üzletet is megmentett. Ryan Reynolds nem csak a képernyőn szuperhős, úgy tűnik, hogy a való életben is igyekszik hasonló pozícióba kerülni.
Pár évvel ezelőtt barátjával megvásárolták a Wrexham labdarúgó csapatát, és egy küszködő foci csapatból most egy jól menő klubot csináltak. A rögös útjukról dokumentumfilmet is forgattak, Üdv Wrexhamben címmel található meg az egyik streaming felületen. A dúó emiatt sok időt tölt az Egyesült Királyságban, és a wrexhamiek pedig egészen megkedvelték az amúgy is szeretető dúót. A színész páros tesz is érte, és nem csak azzal, hogy felfuttatják a helyi klubot. Most például egy helyi szurkoló üzletét segítettek megmenteni. Steven Tepp, a Wrexham Trainer tulajdonosa, ami régi edzőcipők javítására és újjáillesztésére szakosodott vállalkozás. Idén szeptemberben a tulajdonos elköltöztette a boltját egy vadonatúj üzletbe Wrexham városközpontjába, és Wrexham emléktárgyakat is árult. Október végén azonban betörtek hozzá, és 7000 font értékű készletet loptak el. Ez pedig megosztotta a Facebookon. Az üzletet feltörték, és több ezer font értékű raktárkészlet veszett el. Az eset annyira összetört, hogy nem vagyok benne biztos, hogy újra kinyitok. A helyi közösség és törzsvevői azonban nem hagyták annyiban, és létrehoztak egy GoFundMe oldalt, hogy segítsenek pénzt gyűjteni a bajba jutott üzletembernek. A meglepetés azonban csak akkor érte a tulajdonost, amikor meglátta, hogy a két futballklub tulajdonos egyenként 3500 fontot, azaz 2,5 millió forintnak megfelelő összeget adományoztak, amivel fedezték a tulajdonos teljes kárát. Harry Styles új külseje megosztja a rajongókat, ugyanis az énekes leborotválta a haját, néhányan a gyönyörű fürdjeit gyászolják. Harry Stylesról néhány napja derült ki, hogy leborotválta a haját. Először egy homályos kép jelent meg róla az új frizurával, majd egy videó, amin a jelenleg a barátnőjével Taylor Russell látható. A katonai stílusú frizura nagy váltás, ugyanis Harry inkább a hosszabb fürtökről ismert. Nem meglepő, hogy a drámai megjelenés megosztotta a hűséges rajongóinak seregét, akik közül néhányan gyorsan hangot adtak sérelmeiknek a közösségi médiában. Nem tudni, hogy Harry Styles egy új zenei projektre vagy pedig filmszerepre készülve borotválta le a fejét, vagy egyszerűen csak azért, mert szüksége volt egy kis változásra. Mivel véget ért a színészek sztrájkja, az is lehet, hogy valamilyen új film forgatására készül. Tiltott könyveket osztogat majd Pink a floridai koncertjein. Az énekesnő ezzel az akcióval szeretné felhívni a figyelmet a könyvbetiltási hullámra. Ő egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mások mondják meg neki, hogy a gyerekei mit olvashatnak és mit nem. Pink összesen 2000 betiltott könyvet oszt szét dél-floridai koncertjein a PEN Amerika irodalmi és szabad véleménynyilvánításért küzdő csoporttal együttműködve. Azok a rajongók, akik kedden és szerdán részt vesznek majd az énekesnő turnéjának állomásain, a PEN Amerika betiltott könyvek indexén szereplő könyvek egy-egy példányát kapják majd meg. Az énekesnő nyilatkozott is az akció kapcsán. Ő egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy mások mondják meg neki, hogy a gyerekei mit olvashatnak és mit nem. További hírekért keressétek a naphire.hu-t, vagy pedig kövessd be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!